Mária, Isten anyja, én nekem is jó anyám. Szívemnek szent lángbuzgalma, dicsér későn és korán. Bánatom van örömömben, Jósban, sorsban csak ezt zengem. Üdvözl légy, szűz Mária, üdvözl légy, szűz Mária. Hajnal keltén, ha megzendül, magas tornyon a harang, mintha szózat szállna mennyből, imára kelt fel e hang. Megköszöntlek, szép szűz hajnal, s ezt rebegem az angyallal. Üdvözl légy, szűz Mária, üdvözl légy, szűz Mária. Na most annyit a prózai részre, hogy nincs sajnos mikrofon a buszba. Mondtam a sofőrnek, hogy nem fogom kifizetni a Józsinak csak a felét, és veszek neki mikrofon. Majd Józsi. Szeretettel köszöntök mindenkit. Isten hozott mindenkit, azokat is, akik többet szerélnek velünk, azokat is, akik először. Hát egy szép zarándok útra indulunk, nem olyan messzire. Itt van Nógrád megye, közelünkbe is nem is ismerjük, és összejártuk már félvilág. Thank you.
református kerengő, ami egykor nyitott volt, és hát 90-es években lett ez a nagy üvegfelület kialakítva, mert két korszakon történelmileg, amikor nem voltak itt a ferences szerzetes testvérek, török hódoltság alatt, 1552-ben Széchenyt is elfoglalták, 93-ban felszabadult, és 1663 és 83 között volt még egy 20 év, Szobieszki János lengyel király, kinek a emléktáblán biztos olvasták ott a falon.
12 anyja. A kapukra nevet mondott nézve, mégpedig Izrael fiainak 12 Mennyből leszálltál, a szent